Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk sportszelekció műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzük meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Bronzéremmel tért haza a riói paralimpiáról Veres Amarilla. Érvényesült a papírforma a György győzött Kisvárdán. 5 testnevelő munkáját ismerték el a megyei közgyűlésen. 11 sportágat próbálhattak ki fiatalok a Continental Arénában. 5 pontos győzelemmel kezdték a szezont a Kék Cápák. 3 érmet szereztek Szlovákiában a nyílsport ese birkózói. Hazaérkezett a riói paralimpiáról Veres Amarilla. Az NVSC vívónője párbajtő egyénben az 5. helyen végzett, és tagja volt a bronzérmes csapatnak. Igazából, amikor a szereplésemre gondolok, akkor sosem számszerű eredményre gondolok, sem most, sem eddig. Tehát bronzérem 5. hely, ez így nagyon szép kimondva, de én igazából sokkal jobban örülök annak, hogy amikor a vége volt a versenynek, akkor az ellenfeleim is úgy néztek rám, hogy na ez igen. És ez mindennél többet ér az eredménytől teljesen függetlenül. Az, hogy az életem legjobbját sikerült itt vívnom ezen a 2 napon, ez csodálatos. Egyéniben ugye veretlenül jutottál a negyed döntőig, aztán nem jutottál be a legjobb 4 közé egy olyan meccsen, ahol 5 büntetőtust ítéltek el, de mennyire gyakori ez ebben a sportágban? Igazából nem nagyon. Tehát ha azt veszük figyelembe, hogy az előző 5 asszomban egyetlen egy ilyen büntetőpontot sem kaptam, akkor ehhez képest 15 tus alatt 5-öt kapni, az én úgy gondolom, hogy nem egészen fair, viszont nem gondolnám, hogy erre kéne fognom, mert nagyon jól vívtam, nagyon ment, és az 5. hely így is csodálatos. Tehát én nem, nincs bennem tüske miatt. Mennyire volt katartikus élmény az, hogy a csapat versenyben, a bronzmeccsen döntetlen állásnál te adtad be a mindent eldöntő utolsó tust? Erre még mai napig nem találok szavakat, még keresem a gondolatokat, hogy ezt mivel lehetne kifejezni, de szerintem aki nem csinált még itt, az annak ezt én nem tudom elmagyarázni. Ez olyan érzés, mintha tiéd lenne az egész világ, vagy valami hasonló. És mégis úgy gondolom, hogy azon a csapatversenyen nem csak mi 3-an nyertünk, hanem az egész ország, és mindenki, akit mi képviselünk. Nem csak a magyar emberek, hanem a magyar fogyatékos emberek is. Tehát ez azért, mert nem csak magunknak nyertük, hanem mindenkinek. Egyébként milyen volt a paralimpia hangulata? Mennyit láttál a versenyeken kívül Rióból? Hát a saját versenynapon még semmit nem láttam, mert nyilván mindenki ilyenkor saját magára koncentrál. Amikor lement a verseny, talán volt egy kis időnk város nézni a Krisztus szoborra, lemenni a strandra, meg ilyesmi. Úgyhogy szétnéztünk, és nekem nagyon tetszett. Nagyon szimpatikus volt, nagyon rendesek voltak az emberek, akikkel találkoztunk, a helyiek nagyon befogadóak voltak. Nagyon fiatal vagy még ezekkel az eredményekkel, viszont nagyon magasra tetted a mércét. Milyen terveid, elképzeléseid vannak a jövőt illetően? Igazából ez a riói paralimpia nekem ez egy állomás a többi között. Nyilván egy kicsit hosszabb ideig elődőztünk rajta, de ez is csak egy állomás, haladunk tovább, jövőre lesz világbajnokság, utána Európa-bajnokság, aztán ismét világbajnokság, majd pedig jön Tokió 2020, úgyhogy csináljuk tovább, ahogy eddig. Az elutazás előtt utolsó találkozásunkkor azt mondtad, hogy Amarilla jó formában van, nagyon jó formában. Mégis számítottál arra, hogy egy egyéni 5. helyen és egy csapatbronzzal tértek haza Brazíliából? Én arra számítottam, hogy nagyon jó formában lesz. A csoportjától kicsit féltem, mert nagyon-nagyon erős csoportba került, de ezt sikeresen megoldotta, veretlenül ment tovább a csoportból, és ugye az ukrán ellenfél, akit a 4-ért kapott, az egy verhető ellenfél volt, de hát mint már ugye beszámoltam róla, ott volt 5 büntető találat, és emiatt nem sikerült egyébként megverni az ukrán csak, és így lett 15-13. Gyakorlatilag ezt tudom mondani. Konzekvenciának a dolognak, hogy utána a csapatversenyen Amarilla az egész napon, amikor 12 ellenfél ellen kellett ugye vívni, összesen 2 darab sárga lapot kapott csak, tehát akkor azt hiszem a tények magukért beszélnek. A csapat bronzérem viszont gondolom mindenképpen kárpótlás, azért az esetleges hiányérzetet, ami az egyéni verseny után lehetett bennetek. Mindenképpen ugye az érem az érem, az soha nem számít, hogy ez most egyéni érem vagy csapatérem, úgyhogy mindenképpen ez egy hatalmas dolog Nyíregyházának, úgy gondolom, hogy paralimpiai éremmel jött haza Amarilla. Vereséggel mutatkozott be a női kézilabda NB1-ben a Kisvárda Mastergood. Kovács Péter együttese a bajnoki címvédő Győrtől kapott ki 32-21-re. Ezt tudtuk, hogy a kézilabda világban vannak jó csapatok, meg vannak piszok jó csapatok, hát ezért a kategóriába tartozik. Ugye beszéltünk meccs előtt is, hogy ha nem a legjobb, de egyik legjobb, de ha nem a legjobb Európában és a világon,
és én nagyon örülök, hogy ilyen kézlabda ünnepet tudtunk itt teremteni, tehát ide tudtuk hozni a Európa legjobb csapatát. Az eredmény azt hiszem, hogy a 11 gólos vereség az ránk nézve, hogy mondjam, tehát vállalható mindenképpen. Bennem azért van csalódás, vagy hiányérzet, bocsánat, nem is csalódás, hiszen rengeteg olyan könnyű és egyszerű hibát követünk el, például az első félben 8 technikai hibából, 6 labdeladás volt, ami azt jelenti, hogy a kellemfél kezébe adtuk a labdát, akkor köszönték szépen és éltek vele. Úgyhogy tehát lehetett volna még talán szorosabb, természetesen nem kérdéses, hogy melyik a jobb csapat. Én azt hiszem, hogy egy olyan vízre ugrottunk most bele a lányokkal, amiben még nem nagyon lubickoltunk, és biztos ez volt a szezon első meccse, és ebből biztos, hogy tanulunk. Tehát ezt a sebességet, ezt a keménységet, ezt az iramot, én szerintem több játékosunk volt, aki még ilyennel nem is találkozott. De ezeket adoptálja az emberek elég gyorsan, és úgy gondolom, hogy a következő mérkőségen hasznosítanunk kell, akkor fog elkiderülni ennek az egésznek az értéke. Még egyszer mondom, hogy az eredmény vállalható. Örülünk, hogy 21 gólt tudtunk, ugye 21 gólt adtunk a győri csapatnak. Úgyhogy gratulálok nekik, és sok sikert kívánok a Bajnokok Ligájában és a bajnokságban. Mindig nehéz elkezdeni egy bajnokságot feljutó csapatként, bárki legyen az ellenfél, főleg most, hogy így az Etóval kezdtünk, azért mindenki meg volt illetődve, de úgy gondolom, hogy ez a vereség, ez vállalható, és én büszke vagyok a lányokra, hogy ezt így tudtuk venni hazai pályán ilyen közönség előtt, és köszönöm szépen mindenkinek, aki kijött szurkoló és bíztatott minket. Örülök, hogy így sikerült bemutatkoznunk, és bízom benne, hogy ugyanilyen tendenciával fogunk előre haladni az úton. Sokat dolgozunk, gondolom még többet fogunk, úgyhogy bízom benne, hogy ez az út, amin haladunk, ez a jó út. A forduló további eredményei a következők: Debrecen Békés Csaba 31-19, Budaörs Ferencváros 25-33, Vác Kispest 44-21, Siófok Érd 27-31 és MTK Budapest Dunaújváros 20-31. A Kisvárda vasárnap Kispesten lép pályára. Öt testnevelő tanár vehetett át elismerést a megyei közgyűlésen. A tehetséggondozás és az utánpótlás nevelés területén elért eredményeikért díjazták a pedagógusokat. Nagyon elégedettek vagyunk a megye testnevelőivel és a hozzáállásukkal és az eredményeikkel meg pláne, és azt hiszem, hogy ez a legkevesebb, hogy ilyenkor az erkölcsi elismerést azt mindenképpen megtesszük. Nagyon szépen köszönjük egyébként, és hálásak vagyunk a megyei önkormányzatnak, hiszen korábban egy együttműködési megállapodást kötöttünk, és ennek ezen együttműködési megállapodás keretében azóta valóban tudjuk díjazni a testnevelőket, és azt hiszem, hogy ez a plénum, a megyei közgyűlés, ez pedig egy különös rangot ad annak, hogy ez az elismerés itt kerül átadásra. Ezzel is egy, azt hiszem, hogy méltó szintre emeljük azt a munkát, amelyet a megyei testnevelők végeznek, és bízunk benne, hogy ez egy plusz lökést adhat az ő munkájukhoz, és nem csak az ő munkájukhoz, hanem minden testnevelő munkájához, mert ezzel a díja nem csak a díjazott testnevelők munkáját kívánjuk megköszönni, hanem minden megyebeli testnevelő munkáját elismerjük. Nem csak a sportolóknál, hanem a testnevelőknél felkészülőknél is szükség van utánpótlásra. Mennyire nyitottak a fiatal testnevelők arra, hogy foglalkoznak a gyerekekkel, hiszen ez nem csak a napi munkát jelenti, hanem gyakorlatilag a hétvégi elfoglaltságot is, hiszen utazni kell tornákra, versenyekre. A testnevelők nyitottak, én azt tapasztalom, bár azért mindenképpen el kell mondani, hogy úgy látom, hogy azért van most egy lényegében egy generáció, mint hogyha hiányozna, és bízunk benne azért, hogy a következő egyetemről kikerülő generáció azért még inkább magáénak fogja érezni a testnevelés oktatásának a, hogy mondjam, hitvallását. Ezért dolgozunk mi is, és a Magyar vagy a Megyei Diáksport Egyesület pedig egy együttműködés megállapodást fog a közeljövőben aláírni például Nyíregyházi Egyetemmel, amelyben természetesen szeretnénk erre is kitérni, hogy az oktatás nevelés területén úgy tudjuk segíteni kölcsönösen egymás munkáját, hogy annak valóban az legyen az eredménye, hogy mind a testnevelők, mind pedig a testnevelők kezei között palérozódott diákok tudják majd vinni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hírnevét. Gratulálunk a kitüntetéshez. Milyen eredmények és mennyi munka van e mögött, az elismerés mögött? Köszönöm szépen. Hát e mögött 40 év munkája van, mert ez az utolsó tanítási évem, amit most kezdtem el. Úgyhogy hát az eredményeket nem tudnám felsorolni, a 40 év munkáját. Tehát mindenféle diákolimpián részt vettem, és egy iskolába tanítok 40 éve, a Nyírkarászi Váci Mihály Általános Iskolában. Az utánpótlás nevelésben is részt vettem, a diákolimpiákon minden évben országos döntőn vettek részt iskolánk tanulói.
Melyek azok a sportágak, amelyekben kiemelkedően teljesítenek a nyírkalászi gyerekek? A mezei futás elsősorban, a atlétika, csapatbajnokságok és a labdarúgás. Egy kisebb településről van szó, mennyire népszerű a sport a gyerekek körében, hiszen manapság már rengeteg olyan dolog van, amit esetleg szívesebben csinálnak a fiatalok. Hát mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az iskola vezetése maximális sporttámogató, tehát az iskolában kiemelkedő szerepet játszik a testnevelés, a versenyre való felkészítés, aztán a községben is a labdarúgás szeretete, és éppen ezért az utánpótlás nevelésben nagy szerepet vállalunk a labdarúgó csapat utánpótlását. Szinte mi neveljük az iskolában. Tehát én úgy gondolom, hogy egy kis falu, 2003 lélekszámú, az iskola 180 fős, tehát ilyen sikereket én úgy gondolom, hogy nagyon kevés kis iskola ér el, és ilyen támogatással, amit mi élvezünk az iskolában. Gratulálunk az elismeréshez, mennyi munka, és milyen eredmények vannak e mögött, a kitüntetés mögött? Köszönöm szépen. Hát időt nem tudnék mondani, mert szerintem ez ilyen 24 órás szolgálat, főleg, hogyha a hétvégén versenyek is vannak, de nagyon-nagyon sok munka van benne. Nem csak az én részemről, hanem főleg a gyerekek részéről én csak diktálok. Ők a munka hősei, a munka végzői. Nagyon büszke vagyok a diákolimpiánkon elért úszássportágban az eredményeinkre, illetve a Kodály iskolának mindenféle sportágban tanúsított eredményeire, illetve a legnagyobb büszkeségem most ebbe az évben Reményi Ármin, akinek nevelőedzője lehettem, és a riói olimpiára A-szinten jutott ki. Mennyire könnyű rávenni a gyerekeket az úszásra, hiszen olyan sportágról van szó, amely mondjuk nyári időben kellemes, de télen azért el kell menni hidegbe, levetkőzni, beleugrani a hidegvízbe, nem mindenki szereti. A tapasztalat azt mutatja, hogy az elején nagyon könnyű, aztán amikor következik a kemény munka, ott már egy kicsit nagyobb szóródással szembesülünk. Igazából azok a gyerekek maradnak már az úszó sportágnak, akik ezt a monoton kőkemény munkát szívvel, lélekkel elbírják. A közgyűlésen elismerésben részesült még Tóth Attila Árpád, a Baktaló Rendházi Vai Ádám Gimnázium mezőgazdasági szakképzőiskola és kollégium testnevelő tanára, Peterman István, a Fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola testnevelője, és Fábri Zoltán, a Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola testnevelő tanára. A Cseh-Ágánstól a tornán át a kosárlabdáig 11 sportágat próbálhattak ki fiatalok hétfő Nyíregyházan a Continental Arénában, a Sport legyen a tiéd rendezvénysorozat őszi nyitóállomásán. Óriási dolog, hogy közelebb hozhatjuk a sportágakat a gyerekekhez. Megnéztem számadatokat, 13 ezer gyerek ismerkedhetett meg a különböző sportágakkal. Ugye ebben az évben már a 10 sportágról felnöveltük 13-ra, hogy minél többet tudjunk becsatlakoztatni a programba, hogy tényleg egy olyan széles kínálatot tudjunk biztosítani a gyerekeknek, hogy bármit, amihez kedvük van, akkor ahhoz legyen lehetőségük. Ez nagyon jó a sportági szakszövetségeknek is, hiszen vidékről, fővárosból azokat a gyerekeket is meg tudják szólítani, akik biztos, hogy nem jutnának el oda, vagy nem ismerik meg ezeket a sportágakat. Ebben van alapsportág is, van különböző küzdősportág is, ugye lehet látni a tollaslabdától kezdve tényleg minden, amit egy gyermek ki akar próbálni, itt megtalálhat. Nagyon-nagyon szeretik, és éppen ezért indítottuk ebben az őszi fél évben is már tovább a programot, mert szeretnénk, hogy ebben az évben még plusz 6000 gyerekhez el tudjunk látogatni. Ez a sportági szakszövetségek részéről ugye az utánpótlás nevelésben egy nagyon fontos hatást fog gyakorolni, hiszen minél többen elkezdik űzni azt a sportágat, annál biztosabb, hogy a kiválasztás rendben lesz, és ugye az élsportolók helyén fogják hozni az eredményeket ezáltal. Mi a tapasztalat egy sikeres olimpia után, mennyire nő meg a sportolni vágyó gyerekek száma? Most ugye azt lehet hallani, hogy mindenki hosszú Katinka úszóiskolájában akar úszni Budapesten. Igen, ez így van. Nagyon-nagyon megnő, úgymond az a sportágaknak az érdeklődési köre, amelyek sikereket hoznak egy nagy versenyen, verseny után.
És ez nem baj, ez egyáltalán éppen ezért nagyon fontos egy-egy sportágnak, hogy sikere is jöjjön nemzetközi szintről. Az, hogy egy Katinka elkezdte az úszóiskoláját, illetve egy akadémiát is tervben van, vagy kajakkenúban, ugye milyen sikereket értünk el, vagy vívásban. Ez azért fontos, mert ugye Magyarországnak elsődleges célja, hogy egészségesen éljünk, tehát minél többen elkezdenek sportolni, annál jobb, és ugye a sportágak is ennek a hasznát látják, és az utánpótlás nevelésből ki fognak nőni azért sportolók. A sporthoz szükség van létesítményekre, uszodákra, futópályákra, tornacsarnokra, folytatódik-e a létesítményfejlesztési program? Teljes ütemben vagyunk, és nagyon-nagyon fontos célunk, hogy sportlétesítményfejlesztéseket tovább vigyük. Ugye az elmúlt 5 évben elindult egy program, több száz sportlétesítmény épült, több száz újult meg. Óriási számok, ezek nagyon nagy szükség volt arra a sportnak. Ugye méltó helyen kell fogadni a gyerekeket, az ifjúságot és az élsportolóinkat, utánpótlásban lévő gyerekeket. Úgyhogy ezért is hangsúlyos számunkra. Most fognak épülni szabadidősport központok és kültéri szabadidős parkok, aminek hatására még jobban a közösségi tereket is megújítjuk, és lehetőség nyílik ingyenesen használni ezeket a tereket. Ha körülnézünk itt a csarnokban, akkor talán nyugodtan elmondhat, hogy abszolút siker a tavaly életre hívott a Sport legyen a tiéd rendezvénysorozat, amit a Magyar Diásport Szövetség koordinál. Azon mosolyogtam itt az előbb, hogy igazából hogy mindenkinek köszönetet kell mondjak, mert valóban egyrészt, hogy ilyen remek eseményt szerveztek le a kollégáim, másrészt az, hogy a sportámtitkárságtól kaptunk arra lehetőséget, hogy egy ilyen programot valósítsuk meg. Harmadrészt polgármesterről néztem, ugye a város is nagyon sokat költ arra, hogy a sportolás az kiemelt legyen, és egyébként, ha a diáksportot nézem, akkor itt a megyei kollégával is csak köszönömöt kell, hogy megyei kollégának is csak egy nagy köszönömöt kell, hogy mondjak, mert rendkívül sok támogatást kap egyébként a megyei diáksport élet is, a megyei diáksport szövetségünk. Nagyon boldogok vagyunk, mert tavaly 460 ezer gyereket értünk el, hogyha csak az iskolai programainkat nézzük, ahol egyébként 2-3 sportág szokott bemutatkozni, vagy hogyha még mellé a megyei városokban tartandó nagy sportcsarnokokban, mint itt például a nyíregyházi sportcsarnokban tartandó sportanyagatilat program eseményeit nézzük. Nagyon sikeres program, hála Istennek minden egyes alkalommal közel 1000 gyereket köszönhetünk ezekben a sportcsarnokokban. Nagyon jó visszajelzések vannak már az egyesületek irányából, rengetegen érdeklődnek a sportágak irányába. Szóval boldogok vagyunk, szeretnénk folytatni ezt a programot. Néhány évtizeddel ezelőtt kézenfekvő volt, hogy egy fiatal elkezd sportolni valamit, aztán volt egy időszak, mikor annyira nem volt népszerű a sport, de most mintha nem a gyerekeket kellene keresni, hanem a gyerekek, a szülők keresik a lehetőségeket, így van? Pontosan, hát egy olimpiának mindig megvan az a vonzó ereje, az a mágnes tulajdonsága, hogy természetesen ott, és most is az olimpián, hála Istennek, nagyon sok szép magyar sikerről beszélhetünk. Tehát volt kinek szurkolni, megvannak a példaképek újra a gyerekek előtt, hát szeretne más is olimpián lenni, szeretne fölállni a dobogóra, a himnuszt, hogy eljátsszák érte. Tehát ezek mind-mind erős motivációs tényezők a gyerekek számára. Eleve a gyerekekben a mozgás iránti igény ott van, csak meg kell adni nekik a lehetőséget, hogy tudjanak is sportolni. És ilyenkor egyébként még nagyobb a lehetőség és talán a felelősség is azokon rajtunk adott esetben, akik azzal foglalkozunk, hogy a sport irányába tereljük a gyerekeket, mert ilyenkor van meg az a lehetőség, hogy tényleg ők szeretnének jönni, csak egy kis táptalajt kell adni nekik arra, hogy ki is tudjanak teljesedni. A tavalyi évhez hasonlóan ismét Nyíregyházán rajtol a Sport legyen a tiéd őszi rendezvénysorozata. Tavaly volt több megyei rendezvény is a Nyíregyházin kívül. Milyenek a tapasztalatok, mennyire vevők a gyerekek az új sportágak megismerésére? Ez egy nagyon sikeres rendezvény, és nagyon örülünk annak, hogy folytatása is lehet. Ezért külön köszönet jár az Emberi Erőforrások Minisztériumának, aki lehetővé tette, hogy ez a rendezvény sorozat idén is megrendezésre kerüljön. Már csak azért is nagyon fontos, mert nagyon jók a tapasztalatok, és nagyon jók a visszajelzések mind a testnevelő tanárok, mind pedig a gyerekek felől. Azt hiszem, hogy nagyon sok gyerek ismert meg olyan sportágokat, amelynek a megismerésére nem igazán lett volna lehetőség a saját környezetében, a saját körülményeik között, és ez mindenképpen egy előrelépés abból a szempontból is, hogy bízva abban, hogy a sportágokban részt, hogy a gyerekek száma növekszik, így maga az infrastruktúra fejlesztés is kapcsolódik majd hozzá.
ugye, diákokról van szó. Az előttünk álló tanévben több rangos rendezvénye is lesz a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesületnek. Hol tart a szervezés? A szervezést már elkezdtük. Valóban lesz több olyan rendezvényünk, amely egy komoly feladatot vár el tőlünk, és egy komoly szervezést. És ebből mindenképpen kiemelném az összevont labdajátékok döntőjét, amelyet majd január-februárban fogunk megrendezni. Ez egy nagyon komoly vállalás, de úgy gondolom, hogy ez mindenképpen fontos abból a szempontból is, hogy megmutassuk magunkat a megyei, illetve az országos sportérképen, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pedig úgyból megvillantsa azt, hogy milyen lehetőségek rejtenek az itteni diáksportban. Győzelemmel kezdte a szezont a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NBA-ben nyitófordulójában 73-68-ra verték a Békés csapatát. A hét elején elmondtam, hogy biztos, hogy nehéz mérkőzés lesz. Ez az ellenfél a tavalyi szezonban a másik helyezést érte el, és látszott, hogy erős csapatból áll. Nagyon örülök a győzelemnek, de még sok hibával játszottunk, amit javítani kell. Mi döntött a Nyíregyháza javára? A végén védekezést váltottunk, ugye átmentünk zóna védekezésbe, ez kicsit megzavart az ellenfelet. Abból tudtunk egy-két könnyű kosarat dobni, és ez döntött a végén. Mennyire voltál elégedett az új amerikai játékos bemutatkozásával? Az igazság, hogy keveset tudtunk vele edzeni, mert ugye hétfőn érkezett, nem tudott még átállni. Ugye nekünk nagyon nagy a taktikai repertoárunk, és nehéz ezt megtanítani. Azért többet várok tőle is. Volt viszont egy extra teljesítmény, mert talán a Fazekas Csabaira azt lehet mondani, hogy ez egy extra produkció volt. Hát nem mondanám, hogy szerintem a Csabai ezt tudja, sőt ennél szerintem még többet is, ezt ki kell hozni belőle minden meccsen. Keményebben kell védekeznünk, főleg hazai pályán, és akkor nem lehet probléma. Következő fordulóban egy több szempontból is érdekes mérkőzés lesz. Ugye ez egy Debrecen Nyíregyházam és minden sportágban érdekes. Ráadásul több volt nyíregyházi játékos, és a volt nyíregyházi edző is a debreceniknél dolgozik jelenleg. Igen, így van, az ellenfélben több átcsoportot megjárt játékos is van, illetve Ferenc Tamás és a Horváth Imre edzőpáros, akikkel én dolgoztam együtt játékosként is, illetve edzőm is volt. Semmi különös nincs, mert megyünk oda és megpróbálunk ugyanen keményen játszani, mint ma, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Egy utolsó percig nyílt meccsen kapott ki a Békés a Nyíregyházától, egy tavaly még NB1-es átalakult Nyíregyházától. Hasonló mérkőzésre számítottatok? Tudtuk, hogy nem lesz könnyű Nyíregyházán nyerni, hiszen azért a A csoportból kiesett csapat biztos, hogy az első mérkőzésen is, meg végig az egész szezonban oda fogja tenni magát, és minél hamarabb, meg minél följebb szeretne végezni, és minél hamarabb visszakerülni. Tehát hasonlóra számítottunk. A mérkőzés egy picit a Hullámvasúthoz hasonlított, hol az egyik, hol a másik csapat vezetett, nagyon sokszor volt egyenlő az állás. Volt olyan időszak, amikor úgy érezted, hogy esetleg eldönthetitek a meccset? Olyan szakasz nem volt a mérkőzés, amikor úgy éreztem volna, hogy sikerül akkor előnyhez szertennünk, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük. Ráadásul nagyon sokat hibáztunk, tehát annyi 100%-os helyzetet hagytunk ki, hogy ennyit büntetlenül nem lett egy mérkőzésen kihagyni. A Békés tavaly meghatározó csapata volt az NB1-nek, most az idén mi a cél? Hasonló a célkitűzésű, mint tavaly, az első négybe szeretnénk végezni a keleti csoportban. Reméljük, hogy ez sikerül. Hát most ez a kezdés, ez nem úgy sikerült, ahogy a terveztük. 21 pontot dobtál a meccsen úgy, hogy köztől triplát szerezt, és Iska János azt mondta, hogy ez tőled nem extra, tudod ezt a teljesítményt, te is így érzed? Örülök, hogy így gondolja Jani. Ez a meccs nagyon nyögve nyelősen ment, úgyhogy kellettek ezek a triplák, de úgy gondolom, hogy a csapatársakkal sikerült megtanulnunk azt a ritmust, ami kellett a győzelemhez. Örülök, hogy az új légiósunk is beilleszkedett a csapatban, nagyon hasznosan játszott, és hát remélem a továbbiakban ugyanígy fogunk tudni szerepelni, többi csapatok ellen is. Tavaly az A csoportban viszonylag keveset játszottál, itt a felkészülési tornákon már nagyon sokat, mégis mennyiben volt más ez az első tétmeccs, mint a felkészülési meccsek? Igazából annyira nem éreztem másnak, de annyira más volt, hogy most már itt minden számít, tehát sokkal nagyobb a feszültség, több néző kijött erre a mérkőzésre, szóval ilyenkor játékosok azt gondolják, hogy minden meccsére nehezebb lesz, de örök, hogy ezt le tudtam vetkőzni, és ugyanúgy ment a játék. Három érmet szereztek a nyílsportese birkózói a szlovákiai Prievidzában megrendezett nemzetközi versenyen. A 15 ország legjobbjait felvonultató viadalon először vettek részt nyíregyházi birkózók. Már régen kapcsolatot tartunk a határon túli magyarokkal, így birkózó egyesületekkel, akiket mi a saját versenyünkön meghívunk, így ők is viszonozni szokták ezeket a meghívást, bár most ez a
Ez a verseny, ez a nemzetközi verseny csak hírből ismert minket, és az alapján hívott meg, tehát új kapcsolat a Renyicai Egyesület. Olyan országok voltak, amelyek közül néhány nemzet is volt a birkózás, milyen rangos volt a mezőny? A Csecsen köztársaságról nem kell beszélni, hogy ott egy olyan szinten van, mint nálunk a foci a birkózás, tehát annyira támogatott, és olyan jó versenyzőik vannak, de mondhatnám a moldávokat is, akik szintén erős mezőnyt képviseltek most a versenyen, és persze nem akarom megsérteni a északi szomszédunkat, hogy a Szlovákiából értelemszerűen többen voltak, és jobb felhozatal volt, mint a távolabbról érkező egyesületeknél. Hogyan szerepeltek a nyíregyházi versenyzők? Várakozáson felül három fiatal ment ki tőlünk, két fiú és egy lány. Ketten a gyermekkorosztályból, a fiúk és a lány pedig egy diák korosztályuk, Kerecsanyin Regina, aki ezüstérmet szerzett, Kerecsanyin Mátyás a gyermek kettőben, 8 éves korosztályban indult, ő bronzérmet szerzett, és a Jeles Antal pedig a gyermek egy korosztályban szintén ezüstérmet szerzett. Mind a hárman éremet értek haza. Gyakorlatilag most indult el az őszi versenyidőszak a birkózásban, milyen feladatok várnak rátok? Most a legközelebbi, a hétvégén egy területi bajnokság lesz Kazincbarcikán, ami pontszerző az éves rangsorban. Ezt követi majd a diákolimpiák sorozata, a lány-fiú diákolimpia és a különböző korcsoportok. Ez október közepétől indul, és egészen november végéig tart. Egyébként mennyien birkóznak a nyílsport esélyben, és mennyien vannak azok, akik rendszeresen versenyeznek? 25 leigazolt versenyzők van, ebből 15, akire számíthatok minden versenyen szinte, tehát gyakorlatilag 15. 15 ország birkózói vettek részt azon a szlovákiai versenyen, ahol a második helyen végeztél a súlycsoportodban. Milyen volt a verseny, hányat kellett birkóznod, és milyenek voltak az ellenfelek? A hármat kellett birkóznom, egyet egy moldáv ellen, egy horvát és egy szlovák ellen. Milyen erősségűek voltak az ellenfelek? Hát a moldáv az szerintem egy velem egyszintű. A horvát meg a szlovák az nálam egy kicsit kevesebb ideje birkóznak, de attól ők is jók voltak. Mennyire voltál elégedett a második helyen? Elégedett vagyok vele. A cél egyébként ez a dobogó volt, de most így a második fokára álltam, így ez nekem nagy öröm. Mióta birkózol, és miért éppen a birkózást választottad? 5 éve birkózok, és azért a birkózást választottam, mert amikor apukám ismeri Iván bácsit, ezért ő egyszerűen mondta, hogy menjek el, és nézzek meg egy ilyen edzést. Megnéztem, és nekem tetszett, elkezdtem járni, és azóta nem hagytam abba. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!